Sziasztok! A mai alkalommal megnézzük, hogy a SketchUp hogyan is fest Mac OSX alatt. Indítjuk el magát a SketchUp alkalmazást, és pillanatokon belül be fog tölteni a szoftver. Láthatjuk, hogy középen a modelltér helyezkedik el, itt egy papírmasi figurával találkozhatunk, ami általában egy híres fejlesztőt, mérnököt szimbolizál, tehát valóságos emberekről van szó. Legfő feladata az, hogy amikor sketchelünk a modelltérben, mutassa az arányokat egy húsvér emberhez képest. Az eszköztár fölül helyezkedik el, ez a kezdeti eszköztár, itt nem minden eszköz található meg. Első körben ezt szoktuk megváltoztatni, azaz rámegyünk a View, Tour palet menüponta és bekapcsoljuk a Large Tour setet. Ezzel szoktunk leginkább dolgozni. Természetesen ekkor ugye ö, lesz duplikáció, tehát a kicsi eszköztárban és a nagy eszköztárban azonos eszközök láthatóak. Ennek nem sok értelme van. Két opció közül választhatunk. Az egyik az, hogy kikapcsoljuk ezt a felső eszköztárt, tehát View Hide toolbar. Már is több helyhez jutottunk, maximalizáljuk a modelltérben a munkát. A másik lehetőség az, hogy a View menüben a toolbar amit most visszahozok, megjelenítem, customizáljuk, azaz teste szabjuk, olyan ikonokat helyezünk el rajta, amelyek ugye nincsenek rajta a nagy, lágy túlszetünkön. Ezeket például innen ki lehet választani, nagyon egyszerű a teste szabása, drag and drop módszerrel, mondjuk a standard view-t ráhelyezzük, és ugye mindent, amit ugye úgymond számunkra felesleges, minden olyan, ami számunkra felesleges, azt pedig lehúzunk erről a túlbáról, tehát könnyedén testre tudjuk szabni ezeket az eszköztárakat. Befejezzük, és utána én most azt az utat fogom választani, hogy elrejtem az eszköztárt. Ami még nagyon fontos, hogy ugye választottunk egy templétet, nálam ez már ugye lefutott, egy méter alapú templétbe dolgozunk, de ez utólag megváltoztatható. Belemegyünk mondjuk a SketchUp menübe, és itt a Preferences opciót válasszuk. Itt nagyon sok minden be tudunk állítani. Mondjuk a Drawing menüpont alatt nagyon fontos, hogy milyen legyen a klikkelési stílusunk. Azaz, click, drag, release, azaz, klikkelünk húzunk és fölengedünk egérgombot, vagy pedig inkább az autókedre hajazó click move click módszerrel szeretnénk dolgozni. Én inkább ezt szeretem, de az autódetekt is kiválóan bevált a számomra. Választhatunk itt egy ö, olyan opciót is, hogy megjelenítsen a, a SketchUp ha belemegyünk egy parancsba, egy háromdimenziós szárkeresztet. Azt hiszem, hogy enélkül is lehet boldogulni, de esetenként nagyon jó, nagyon hasznos funkcióról beszélhetünk. Visszamegyünk a Preferences-be, kiveszem minden a pipát, aztán ami még fontos, hogy az autószív legyen bepipáva, 5 percenként mentünk, ez általában elég, OpenGL testeszabásokat tehetünk itt meg, igazándiból nem sok mindenről van szó, Shortcuts, ez még a profi számára, amivel válni fogunk természetesen a kurzus végén, fontosá válik ez a menüpont, de ami már az elején fontos, az maga a templét, ugye sokféle templét közül lehet választani, mindenkinek megvan a szimpatikus, nekem ez a simple templét méter mértékegységgel a legszimpatikusabb, a legtöbb munkáimhoz ez kell, de hát aki ugye mondjuk birodalmi mértékegységekben számol, az kiválaszthatja a, a, az imperiál mértékegységrendszert is, tehát utólag tudunk váltani. Utolsó menni. Menüpont, ugye a workspace, itt is mindenki kicsit turkálódjon, és akkor teste tudja ezeket szabni. Ami még fontos, az az, hogy ha dolgozunk -e egy bármilyen rajzoló, vagy hát inkább úgy mondom, hogy CAD szoftverbe, nem mindegy, hogy a rajzi egységek hogyan feleltethetőek meg a valóságos mértékegységeknek, azaz, nézzük meg, hogy mi a mértékegységünk, ugye ez templétől függ, méterrendszerben van, tehát nem kell nagy ö, gondolatolvasónak lennünk, hogy kitaláljuk, hogy az alap az a méter, de menjünk bele a window menübe, és válasszuk ki a model info Opciót, és itt legalul, most a többivel nem foglalkozunk, a Units menüpontot, itt be lehet állítani a szög és a hosszúság egységeit, ez méter, mert ezt a templétet választottuk ki, de nem kell ezt elfogadnunk, választhatunk a centiméter, milliméter között is, ez nagyon fontos, hogy eldöntsük már a rajzunk előtt, ezt igazándiból a feladatnak a, a, a nagysága, a dimenziója fogja megszabni, hogy mi a praktikus dolog. A másik ugye a pontosság, ezt is ugye rögzíteni kell előre, és ha ezeket beállítottuk, akkor már szépen el is kezdhetjük a munkát a SketchUp-ban, amit a következő videók fognak bemutatni a számotokra.